Házak, otthonok, trendek, meg minden. A trafikkör Kortárs Művészeti Egyesület podcast csatornája. A mai témánk a borzas pusztai romkápolna története. A templom alapítója és építője Siménfalvi Székely József volt. Az építésére a 23 éves hősi halált halt Kázmér fia emléke sarkalta, aki az első világháború egyik csatájában Szokkoli kinél szerzett sérülésébe halt bele. Széke József kifejezett szándéka szerint a birtokán létrehozott kegyhely segítségével a művelődés és istenfélelem szent érzésében nevelődjenek és növekedjenek kicsik és nagyok egyaránt. A templomot Kerekes József, Pest Szent Erzsébeti köműves 1936. június 8-án kezdte el építeni, szeptemberben pedig már be is fejezte a munkálatokat. Székely József 1936 augusztus 20-án a templom részére országzászlót, bugyi település, római katolikus egyházközségének pedig a birtokából 50 hold földet adományozott a templom fenntartására. A frissen megépült vallási helyet 1936. október 29-én Bedres Béla Pestújhelyi apát plébános szentelte fel. Székely József kérésére családját 1936. október 20-án exumálták, majd a templom templomszentelés napján ünnepélyes keretek közt elhelyezték valamennyiüket a Borzashegyi templom családi kriptájában. Templomépítő tevékenységéért Székely József ezen a napon vehette át 11. Pius pápa pro Ecclesia e pontifik kitüntetését. Magát az alapítót 1942-ben temették el. A második világháború alatt a templomot feldúlták, a kriptát kifosztották, a családtagjainak a koporsóit pedig kiforgatták. A háború után a templom harangjai eltűntek. Az államosítások után aztán teljes volt a pusztítás. A 80-as évek végére csak a betonból készült oldalfalak, a főbejárat és a szentély alatti kripta maradt meg. Suhajda Péter, a borzas templom utolsó harangozójának leszármazottja, az időtájt Medjugoriban volt és azzal az üzenettel tért haza, hogy vegye gondjaiba az elhagyatott romot. Megszervezte az elérhető maradványok összegyűjtését, és a templom melletti felszentelt kis sírkertben Székely József és Suhajda Mátyás családtagjait újra temették. A templomrom környezetét azóta újabb generációk tartják rendben, és sűrűn látogatott kegyhelyé vált. Ligetvári István építész és a Rom templom története 1991 nyarán kapcsolódott össze, amikor Salgó Tarjánból ide látogató rokonaival arra felé kirándult és keresztapja Fogarasi Ferenc véletlenül észrevette az erdőben megbúvó épületet. Behajtottak és az éppen ott foglalatoskodó Sohajda Péterrel találkoztak. Itt kapcsolódunk be a történetbe Balog Eleonóra üvegművésszel és Ligetvár István építésszel. Ez a házak, otthonok, trendek, meg minden. A borzas pusztai romkápolna története. Szeretettel köszöntelek, kedves hallgató! Itt ülünk Balog Nórával, és gyakorlatilag a Borzas Kápolna történetéhez kapcsolódó saját történetünkről fogunk beszélni, de közben köszöntelek, Nóra. Én is szeretettel üdvözlök mindenkit. Azt pedig, hogy mit keresünk mi ketten itt, és saját történetünkkel, ezt hamarosan ki fog derülni. De térünk vissza 91 nyarára, amikor drága keresztapámmal Bugyi felé kirándultunk, ugye én Salgótarjánból származom, és észrevette az általam nem ismert Borzas pusztai templomromat. Oda mentünk, és egy idős bácsi aki ott kapirgált, szóba elegyedtünk, és megtudtuk ennek történetét, amit ugye már a felvezetőben hallottunk. És ez nem is lenne érdekes, ő ott elmondta, hogy mi volt, hogy volt, és hogy ő elment Medjugorjéba, és ott 80-as évek végén, ki megjelent az Úr Jézus, és azt mondta, hogy Péter, egyébként aki a utolsó harangozónak a fia volt, ha hazamész, akkor vedd gondozásba a borzas pusztai kápolnát. Hát ez akkoriban főleg ezeket az ember mindig ugye a maga helyén kezelte. Eljöttünk, és eltelt egy év, és egyszer csak megjelent 92. februárjában egy idős néni az irodámba, és bemutatkozott, hogy Széke József vagyok, Mária néni, Széke József utolsó felesége, hirtelen nem is tudtam, hogy hova tegyem ezt az egész dolgot, és mondta, hogy Suhajda Péter küldte, hogy majd a mérnök úr segít neki abban, hogy helyreállítsuk valamilyen szinten ezt a magára hagyott templomromot, amit egyébként, és ki kell, hogy emeljek, már használtak, mert a most már Isten a győző atya mellett akkor fiatal papként dolgozó vagy tanuló, nem tudom, hogy nevezik, fiatal pap gyerekeket vitt ki, és Isten tiszteleteket tartott, és foglalkozásokat tartott gyerekeknek. Ez látszott is a templom falain. Ez engem egyébként nagyon megfogott, amiatt, hogy a hely az valamilyen szinten oda vonzott embereket, és azon túl, hogy Péter bácsi elkezdte rendbe tartani, ott helyet tudott adni közösségi összejöveteleknek. Na most ezen a történeten nem megyek végig, mert végül is utána nem sikerült pénzgyűjtenünk, és a dolog úgy elhalt. De maga a borzas puszta története folytatódott tovább, és egyre többen jártak ki, és ilyen alulról jövő kezdeményezésként ez egy ilyen, ilyen szakrális, majdnem, hogy úgy mondom, akkor is már zarándok helynek számított. Míg nem a más második része a közös történetünknek, hogy a Trafikkör 2010-ben Dabas szakrális helyeivel foglalkozott, ebből egy projektet csinált, és többek közt egy filmet készített a Borzas Kápolnai Romtempromról. Inkább csak figyelemfelkeltés volt, hogy kellene foglalkozni ezekkel az elhagyatott szakrális helyekkel, amikben van egy olyan vonzó erő, egy olyan közösségteremtő erő, ami csak az ilyen helyeknek létezik. És Hát ennek se lett különösebb következménye, dokumentumok maradtak fönn, a mai napig YouTube-on látható ez a film. Majd 2017 karácsony előtt Kőszegi Zoltán polgármester úr hívott fel, hogy két ünnep közt -e átmeni Somogyi Bélához, a Bugyi polgármesterhez, mert úgy néz ki, hogy lehet pályázati pénzt szerezni a Borzasi Romkápolna helyrehozatalához. Hát ezt úgy éreztem, hogy ez egy sorsszerű megszólítás, természetesen átmentem, és potom egy hónapunk volt, hogy egy valamiféle koncepciót és tervet összedobjunk, hogy le lehessen adni a pályázatot, és ebben a szorításban, illetve a pályázati pénz összegéből alakult ki végül is az a gondolat, hogy ez egy olyan közösségi hely, ami már közösségi helyként funkcionál, ezt már templomá újjáépíteni azért sem lehet, mert a pénz sem elég, de azért sem, mert igazán már ennek nem templomi szerepe van, az fent kell tartani, stb. Tehát ez nem egy egyszerű dolog, és akkor maradtunk abban, hogy egy olyan megóvó felújítást csinálunk, ami a meglévő romot konzerválja, de hozzáad valami olyan újat, ami a mában született, egy mai hangot, egy mai szót, egy mai gondolatot. És hát ebből született meg az építészeti koncepció, amiről már azt hiszem, hogy sokat beszéltünk, és ennek a lelke, és itt kapcsolódik egy másik történet majd hamarosan, pár perc múlva az egész folyamatba, ennek a lelke a hátsó abszis, szentély, aminek már nem voltak falai, csak egy kiemelkedő oltárként funkció, annak használták, egy beton tömb volt, ami igazán csak a hátsó kriptalajáratnak a kiemelését jelentette, és annak az elbontásával teljesen kitisztult a hátsó tér, és akkor az a koncepció, hogy a meglévő falaknak a burkoló felső fémfeületek kinyúlik a lé térbe, és hogy ez lebegve maradjon, mi más jöhetne szóba, mint az üveg. És ha építészeti üveg, akkor ki más jöhetne szóba, mint Balogh Eleonora, és hát innétől kapcsolódott össze a régebről keletkezett mi saját történetünk. Én visszanyúlnék 1981-be, amikor megismerkedtem Balog Eleonórával. Nóra, akkor kérlek, mondd el ezt a történetedet. Hát én a kisképző elvégzése után sikertelen felvételivel a hátam mögött elmentem dolgozni Salgatariánba, az gyárba, és ez a közeg nagyon izgalmas volt, nagyon szerettem a gyárat, csodálatos szakemberekkel ismerkedtem meg, akikkel utána hosszú évekig addig, amíg Egyáltalán a gyár működött, és amíg ezek a szakemberek működtek, nagyon sokáig hosszú viszonyt ápoltam, illetve van még hál' Istennek közöttünk pár olyan szakember, akikkel a mai napig többek között Családi András, aki a utamester volt, és akitől jó magam személyesen rengeteget tanultam. Szóval egy év elteltével az István, akivel véletlenül egy házban laktunk, én ott béreltem egy kis lakást, és nem megkérdezte tőlem, hogy mit keresek még mindig az ördös üveggyárban, miért nem megyek át a síküveggyárba tervezőnek. Hát ez egy egészen abszurd ötlet volt, és abszurd elképzelés, és úgy döntöttem, túl sok gondolkodás nélkül, hogy jó, hát akkor próbáljuk meg, és akkor ah, talán a velem egykorúak még tudják, mit jelent az, amikor valaki kilépése jön el a munkahelyéről, hát botrány. Természetesen pénteken kiléptem, hétfőn pedig megjelentem a síküveggyárban, hogy akkor jöttem tervezőnek, és akkor döbbentem arra rá, hogy ez a, ez a szintér, ez az Ikarus és az akkori Suzuki szélvédők gyártásának a professzionális szintere volt. Akkor egy kicsit megrémültem, de hát voltam már azóta így egy párszor, hogy hirtelen eldöntöttem valamit, és utána kiültem az autóba, és azon gondolkodtam, hogy te jó ég, hogyan lesz tovább. De erre szokták azt mondani, hogy ha jó Isten báránykát ad, akkor legelőtt is ad hozzá. Mindig megjöttek a megfelelő megoldások és utána az építészeti a síküveg meghatározta az életemet. Most talán mondhatom azt, hogy mindezt a lépést, és szinte az egész életutamat, az, hogy ez így alakult, tulajdonképpen István invitálásának köszönhetem. Na hát köszönöm szépen, de igazán ebben azért szintén meg kell valami, inkább, meg mindig az a fajta mitosz íz izgat, ami történeteket kapcsol össze, és bárhová megyünk, bármilyen projekttel foglalkozunk, nekem mindig az van ott a mélységében, hogy milyen erőkből ered az egész, milyen személyek energiájából áll össze valami, ami újnak tűnik, ami tulajdonképpen egy minden egyes újászületés. Úgyhogy azért tartottam fontosnak ezt a történetet elmondani. És hadd tegyem hozzá, hogy amikor én órát áthívtam a síküveggyárba, én tényleg az üvegművészetet, mint poharakon, meg üvegeken keresztül ismertem. A síküvegen csak keresztapám által létrehozott asztalok, meg egyéb bútorok voltak, amit ő ilyen nagyon jó kiesztergált kötőelemekkel összekötött. Egyébként fantasztikus dolgokat hozott létre, többek között az én hívitornyomat. Na, no, hát ennyi a mese részéről, és milyen érdekesek a szálok, hogy pont ez az ember, és ezért tartom fontosnak megérni a keresztapám. Genom att in... igazán csak a szeretetből és az ő emlékére neveztem meg a felkomban is a, a, nevét, mert valóban ő vette észre, és azon, hogy szerettem, persze mindenki szereti a keresztapját, mégis szereplő az, úgy a történetnek, hogy a belegondolsz Nóra, hogy nekem eszembe se jutott volna, hogy neked, mint üvegvűvésznek azt mondja, hogy gyere át, ha nem jó érzed ott magad, gyere át a síküveggyárba, ha nekem nincs halvány fogalma arról, hogy a keresztapám által az üvegből lehet valamiféle olyat is csinálni, ami nem szélvédő, meg nem is tudom, meg nem ablaküveg. Igaz, hogy voltak előkép bár az én tanárom Szatmári Béla csinált egy-egy ilyen üveg szobornak nevezhető valamit, ő ugye nem üvegművész volt, ő építész volt, de nem volt igazán előképem. Tehát valahol mégiscsak őnek is köszönhetem. Úgyhogy több ember sorsa jön itt össze, és hagyd mondjam el még azt a közös történetünkben, hogy ennek ellenére, hogy Nórával mi az üvegen keresztül ismerkedtünk meg, és valahol az ő útja is onnét ment arra az építészeti üveg felé. Igazán mi 2014-ben tudtunk először olyan közös munkát részt venni, aminek szerintem igen jó eredménye lett. Ez is Daboshoz kötődik. Most már elköltünk Salgótarjából is, ez ugye a ravatalozó volt, és én ott éreztem meg igazán azt, hogy egy társművészet, társművész, hogy tud és hogy kell ráállni egy építészeti gondolatra. Én azt hiszem, hogy ott a lélek madarak triptihonja az a legjobb példa arra, hogy miként tud az építészeti üveg az építészetben részt venni. És akkor innétől kezdve, ha tovább lépünk, most ne sorolgassuk föl ennek a, a sikerét. Természetes az, hogy már mi a közös utunkat jártuk 2015 után, és az első olyan megkeresés, ami ugyancsak üveget érintett, a borzas kápolna felújítása, kire gondoltam volna először, mint Balog Eleonórára, hogy azt az üvegapszist azt a üveggel támasztjuk alá, de onnétól kezdve, Drága Nóra, oda valamit oda kell lehelni, amitől ez a gondolat szárnyra kell. Végül is, mielőtt még azt gondolnánk, hogy most itt Nórával arról nosztalgiázunk, hogy a mi közös utunk ez hogy alakult, Visszatérnék ahhoz, hogy hogy kapcsolódik ez, borzas pusztázó. Én mindig annak a mélységét keresem, és valahol azt hiszem, hogy az a gondolat, ami létrejött ott az építészeti koncepció megfogalmazáskor, az is abból indul ki, hogy valahol az, amit Székely József akart közvetíteni. Azon a nemes gesztuson keresztül, hogy a fia, aki sérülés szenvedett az első világháborúban, és ebbe belehalt, és az ő emlékére egy templomot emelt, Na de ebben nem volt egy olyan üzenet, egy olyan küldetés, hogy a helybéli gyerekeknek a hitre való neveléséhez járuljon hozzá, mert az egyháznak még nem tudom hány holt földet is adott. Ez egy olyan fajta erős szándék és erős gondolat, amit én hiszem, hogy az ilyeneknek mindig vannak kapcsolódásai, mindig vannak folytatásai, és én kitüntetve érzem magamat, hogy valami úton, módon az én sorsom is kapcsolódott ehhez a folyamathoz. És én azt üzenem itt egyébként mindenkinek, hogyha úgy éli az életét, vagy úgy gondolkodik összefüggésekbe, hogy milyen emberekhez, milyen sorsokhoz tud kapcsolódni, ugyanilyen élményt, ugyanilyen érzést tud okozni egy egyszerű folyamat is, mert az életünk ilyenből áll össze. És ami viszont ennek az értékének a nagyságát jelenti, az, hogy én is kapcsolódtam, az egy dolog, de az, hogy az a zarándok helyé tudott válni ez a hely, az már túlmutat nem csak Széke Józsefen, meg a Péteren, hanem mutatja azt is, hogy a helynek, és akkor térjünk vissza hogy az első részben a hely szelleméhez, hogy vannak helyek, amelyek közösséget tudnak létrehozni, amelyek közösséget tudnak összetartani, pusztán csak azért, mert van valamiféle olyan energiájuk, amiket több hasonló gondolkodású, hogy érzésű ember megérez. És borzas puszta ilyen. És hiszem, hogy nem véletlen, hogy Széke József ezt a helyet választotta ki. Ezt én hiszem, és biztos vagyok benne, hogy ez nem úgy történt, akár az akkori könyves mester sem úgy csinált ezt a dolgot, kiment ott és bemérte, és akkor kiszerkesztette, hanem egészen egyszer a hely adta magát, hogy ide egy ilyen kápolnát, illetve templomot emeljenek. Úgyhogy én nekem az a legfontosabb üzenet most ennek a podcastnek, hogy egyrészt van egy saját története ennek az egész templomnak. Van egy saját története Balog Eleonórának, aki részt vett ebben a projektben, van egy saját történetem nekem, van egy saját története Suhajda Péternek, és van saját története azoknak, akik ebben az egész folyamatban részt vettek, és majd részt is vesznek, aki mai napig kiárnak, és fenntartják, gondozzák ezt a helyet. Úgyhogy ez tényleg egy szakrális hely, és ha valamiért én azt gondolom, egy helyet szakrálisnak nevezünk, akkor ez, hogy ez nem körbeírható, ez nem mérhető, hanem ez, ez, a hely, ez adja magát, ez érezhető, ezt érezik el. Úgy gondolom, hogy érdemes mindenkinek elmenni és megnézni ezt a helyet, és azon a varázslaton túl, amit az üveg és maga a templom okoz, próbáljon ráhangolódni erre az energiára. Házak, otthonok, trendek, meg minden. A Trafikkör Kortárs Művészeti Egyesület podcast csatornája. A műsort megtalálod a Spotify-on, az Apple és Google Podcast-en, és mindenféle más lejátszókon is. Ha tetszett, ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni. Köszönjük!